Paolo, 4:32. Hát ez nem igaz. Rekordot döntesz az utolsó napon. Ezt hagyom itt emlékbe. Eldobhatod a stoppert. Nélkülem nem lesz rá szükség. Hol van már az a nyomorosz Daniel? Mint bizonyára tudjátok, Daniel barátunk tegnap este beadta a felmondását. Ezennel átlép a kétkerekűek világából a négykerekűekébe. Épp ellentétesen az evolúcióval, ahol is az ember négy lábon kezdte, még nem sikerült két lábra emelkednie. Szeretném, ha tudná, hogy ő volt köztünk a legmenőbb. Ráadásul példás kolléga volt. Nagyon fogsz hiányozni. Már megbocsáss, Lili, most megcsókoltál, vagy csak elcuppant a szád? Na, nem mintha zavarna, de szeretném tudni, mi az ábra. Kezd derengeni? Igen. Igen. Mert ha ez is kóborcuppantás volt, akkor nagyon béna vagy. Most pedig Daniel távozásának tiszteletére következzen a nagy felvonulás! Most figyelj! Jól nyisd ki a szemed, mert ilyet többet nem látsz. Hányan vannak? Rengeteg. Ők a legpengébbek. Bulizgatunk. Ők is pizza futik? Zsernyák futik. Bocs, hogy nincs nálunk doboz, de láthatnánk a papírjait? Momentán sajnos nem, uram, mert bent felejtettem őket, de ha gondolja, már is betűzök értük. Na, szedje a lábát. Semmi perc alatt itt vagyok, kész. És most futás. Gyere már! Siess! Már több mint 5 perce, hogy bementek.
Vigyázz, nehogy elcsúsz az olajon. Olaj? Igen, mert ez nem csak a kéglim, hanem a műhelyem is. De mindent összevetve, nem nagy az egész. Hát nem szokványos. Daniel. Tessék. 2 éve ismerjük egymást. Miért vártál mostanáig, hogy elhoz ide? Én már csak ilyen lassú vagyok. Nehezen jutok dőlőre magammal. Mi segített dönteni? A dekoltásod. Dögös mi? Vadi új darab. Hát akkor igyekszem nem hazavágni. Biztos nem tesszük így tönkre a barátságunkat? Ellenkezőleg. Az alapok már megvannak, most meg ráépítünk. Ne várjunk vele még egy kicsit. Ments Isten, a végén még azt hinnéd, hogy határozatlan vagyok. És udvariatlan se akarok lenni. Jaj, ne, szűnj meg. Mi az? 6 óra. Na és ma szombat van. Igen, nekem megjelenése. Micsoda? Tegnap felmondtál, és az éjszaka nem találhattam el ott. Nem is. A jövendő állásomról van szó. Már hónapokkal ezelőtt bejelentkeztem. Azt hittem, a Mirandinkra is hónapok óta vársz. Plusz 1 óra. Mit számít már? És Betszóra. Annál több nem lehet. Hé, te zöldfülű, tépj egy számot. Egy számot? Legközelebb ne feledje a fényképet. A 77-est! 247-es. Addig szakállam nő. Maga régóta van a szakmában? Tegnap múlt 25 éve. Reggel óta nyugdíjasnak számítok, így aztán végre megértem, hogy nyugodtan végig tudom olvasni az újságot. Megértem. Ébresztő, 247-es. Itt vagyok. A sorszámát, 2 fényképet. Éri alá ezt, meg ezt. A hivatásos vezetői engedély, a forgalmi engedély. Ez a taxióra átviteli elismervény. Úti könyv, matrica és a tetőlámpa. Ez minden? Igen. 6 év várakozás után? Énekeljem el a Marseillaise-t. Nem ragaszkodom hozzá, de egy mosoly jól esett volna. 248! Lili! Dél van. Elmentem kiflit venni, és bánatomban elfogadtam a Pék házassági ajánlatát. Ég veled, később találkozunk. Daniel, őszintén gratulálok. Ugyan, semmiség. Nem kis dolog, ez higgy el. Hát jó. Je sais, t'as les mots dans ma tête, bébé, après on voit. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Et moi? Vas-y, mon pas de chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Grimpe dans mon taxi, système booming, caisse clean, check ma routine, rouler en rip. Et ça, c'est la LSI. Hey, Daniel! Szia, Paolo! Hát, te csak nem turistáskodsz. Lazítok. Ász volt a búcsúbulid, főleg a parádé volt világi. Frankon szambáztak. De tudod, aggódom? Mi miatt? Hurutosan harákol a bringád. Repeszt, ahogy kell. Most hülyét tesz? Vitriollal megy? Az előbb hagytam ott állva 2 zsarút. Úgy megszívták, mint a torkos borsz. Na, ezt kap ki, öreg. 2 bamba fakabát. Tutyogodna. Mielőtt egyesbe válthattak volna, úgy elhúztam mellettük, mint a franc. Néztek, mint a moziba. Se kép, se hang. Ezt nem heverik ki egyhamar.
megpróbáltak elkapni az alagútba. Éjjába füstöltek. Csak azt hallottam, hogy az egyik kurvára szentséget. Hát ezek se felejtik el az öreg Paulót, azt tuti? Paulo? Ebben én is biztos vagyok. Nem felejtettek el. Szasztok, fiúk! Kössétek fel a bajuszt! Jaj, Paulo! Szépségeim, nem akartok kikocsizni a partra? A strandfuvarma ingyenes. A cégem ajándéka, be neveztek? Hé, uram! Uram, tessék. Uram! Maga taxis-taxis vagy utasbarát típus? Nálam baráti taxis keresve se talál. A hölgynek kinyitom az ajtót, higgadt önuralommal vezetek. Csak akkor szólok, ha kérdeznek, sőt, a csomagjait is viszem, ha szépen megkér. Tökéletes, köszönöm, maga egy főnyeremény. Hová lesz a fuvar, hölgyem? Látja a sarkon azt a házat, a rózsaszint? A széles kocsi behajtóval. Igen, látom. Ahhoz a rózsaszínhez. Na, oda megyünk. Ha jól sejtem, van kedvenc útvonala is. Csak tegyen le mindent a konyhába, majd később elpakolok. Ennyi kaja egy hétig kitart. Gondolja maga, holnapra minden elfogy. A fiam jön ebédre. Hát elég jó étvágyú fia lehet. Jaj, dehogy, vasárnap megfőzök neki egy hétre előre, és azt hazaviszi. Kicsi a lakás, amíg konyhája sincs. Bár amúgy se tudna még egy tojást se főzni magának. Nézze, ez itt ő a fényképen a gerebje mellett. De igazán csak akkor boldog, ha a komputer előtt ül. Az IBM-nél dolgozik. Kiki a maga helyén. Hát igen. No és maga mit csinál? Autót vezetek, de nem volt rá idő, hogy ezt észrevegye. Na hát milyen az élet. A fiam épp ma megy neki 8-szor a vezetővizsgának. 8-szor? Képzelje, a 8-as a szerencse száma. Tuti, hogy átmegy. Az utca végénél befordulunk az első sarkon, mondjuk balra. Forduljon be balra. De hát akkor balra megyünk. Monsieur Carmadec, balra! Érti? Hé, süket, így beszállunk a kirakatba! Bazeg! Ez nem lehet igaz! 10 éve vizsgáztatok, de ilyen balfaszt még nem láttam! Nem tudja, melyik a jobb és melyik a bal keze! De tudom, csak későn szólt. Igen, akkor legközelebb majd fakszolok, jó? De a balra, attól még balra! A volánt eltekerni és egy pedálra rálépni még nem olyan bonyolult! Már akinek, uram. Mi a maga foglalkozása, he? Hol alkalmaznak ilyen barmokat, mint maga? Állati domár, cirkuszi bohóc vagy korboncnok? Mind a három. Ezt mondhatta volna előbb is. Faxolnom kellett volna. Elnézést kérek, szolgálhatnék valamivel a felügyelő úrnak. Ó, köszönöm, ez szuper. Én tartozom hálával, hogy olyan kedves volt. El is teszem a névjegykártyáját. Nem szeretném megbántani, de megengedné, hogy ezt a kocsiban egyem meg. Tudja, dolgoznom kéne. Ugyan, menjen csak. Munkára. Meg tudnám menteni az életemet? Elméletileg nem. Na jó. Attól függ, miről van szó. 25 perc múlva indul a gépem. A lekésem akkor végem. Ha elérem, gazdaggá teszem. Nagy mákja van. Bár nem vagyok orvos, de szeretem a vészhelyzeteket. Kapcsolja be a biztonság jövét.
Egy őrült fehér taxis feldöntötte a radaromat. Megcsípjük, csak mondd a rendszámát. Nem volt időm leolvasni. Mi az? Belülről nézted a szemhéjad? Szolgálatban vagy öreg? Maga szerint odaérünk? Mert ha elkésünk, akkor ráérünk lassabban is venni. Ne aggódjon, uram. Amint kiérünk az autópályára, rálépek a gázra. Á, most megnyugtatott. A világért se szeretném, ha miattam kockáztatna. Nehogy aztán elvegyék a jogsiját. Izgalomra semmi jog. Ugyanis nincs jogsim. Mert csak ez hiányzott. Uf. 14 perc, 30 másodperc. Még maradt ideje újságot venni, és meginni egy kávét. Jó utat, uram! Köszönöm. Nem értem. Ha itt vezetek, verhetetlen vagyok. Megnyertem a Forma 1-et, és 8 pályacsúcsot döntöttem meg. De az utcán úgy vagyok, mint egy béna vakegér. Na? Eldurranthatjuk a pezsgőt? Ne kapkodd el. Jaj, ne. Ne csesz már ki velem, Emilia. Egy pezsgőnek általában jót tesz, ha érik. De ez már lassan megbudja. Mit szúrtál el? Kivételesen hentest gázolt a újságos helyett. Tudod mit? Joystick kéne a Verdába. Mármint a volá helyett. A Béláknál ez frankon bevált. Komolyan? Mi az? No. Ne nézd már így rám. Ne csináld. Rosszat szóltam. Hé, Emilien! Született egy újabb rekord. Ezt figyeld. Egy taxi. A parti úton mennyivel ment? 140-nel? Az elején, aztán rákapcsolt. 217-tel lőtték le. És elkapták? Nonál bevetették a légierőt, hülye. Te! Van egy frankó viccem. Figyelj, tökari. Mondd meg, mi a különbség egy fésű és egy kemény tojás közt? Hát csak az a különbség. Na jó. Látom, nem vagytok vevők rá. Se baj, majd jövök később. Leköteleznél. Ráérsz sötéted és utál jönni. Esküszöm, nem sértődünk meg érte. És legközelebb kopog, mielőtt bejönnél. Petra. Ez nem neked szól, te bejöhetsz akárhogy. Igazán megtisztelő, na mi újság? Úgy hallom, megint elszálltál. Gyorsan terjednek a hírek. Erről jut eszembe. A főnök értekezletet tart a szobájában, és nem hiányzik más, csak te. Nekem nem szólt senki. Nem kellett volna több, mint hogy lenyomd ezt a kis gombot. Látod ezt? Rá is van írva. Bekapcs! A füled előz! Gurítsd ide a senket! Süket vagy, Emilia? Nem, már kidugultam. Uraim, a holland, olasz és belga bankok kiürítése után a mercedeses banda nemrég átlépte a francia határt. Ugye felesleges mondanom, nem hagyjuk, hogy a németek újfent megszállják az országunkat. Bár a nagyapám a lövészárokban halt meg, de most ne személyeskedjünk. A párizs-bondi kapcsolatot, a német-francia barátságot leszarjuk. Világos? Persze ez rád nem vonatkozik, Petra. Bár német vagy, de rendőr, szóval fájtlat rá. Ezeknek a disznóknak van pofájuk megnevezni a város, mielőtt támadnak. Mégiscsak túlzás. 3 napon belül kirabolnak egy marseilli bankot, általános riadó! 24 órás készültség! A hadsereg segíti az akciónkat csapatonként egy sofőrrel. Amint a németek kijönnek a bankból, üldözőbe vesszük őket a járműveinkkel, és úgy köréjük fonódunk, mint a mérges kígyó az áldozatára. Az akciónk fedő neve, uraim! Kamra! Petra maga szervezi a csapatokat. 3 fő per kocsi, egy katonai sofőr, egy nyomozó tőlünk, és végül egy mesterlövész. Mindenki kap egy fedőnevet, az állomás helyet pedig bejelöltem a térképen. A csapatok beosztása ott lóg a falon. 50 percük van rá, hogy a helyükre érjenek. Petra, elnézést. Tudod, az a vacsora, amiről beszéltünk. Nekem ez a hét pont jó lenne, mert... Szóval az a komputer program, amit kifejlesztettem... Nem kérne soká várni, megvitatnánk, nem tudom, érted-e. Hát, nem igazán. Mind van a hangsúly, rajtad vagy a programon? Hát rajtam.
Vagy nem, inkább a komputerprogramon. Lassan azt se tudom, fiú vagyok-e vagy lány. Ezért is javasoltam a vacsorát. Amint sitre vágtuk a németeket, ígérem, hogy te következel, illetve a programod. Nagyszerű, akkor ezt megbeszéltük. Amúgy kivel vagy egy csoportban? A főkobrával, de szerencséd van, a legjobb csapatba tettelek. Mindenki várjon a helyén. Akció csak a főkobra parancsára. Hírcsere a 8-as csatornán. Hát persze, elfogyott a kávé. A kormányt nézed? Menő mi? Az enyém, tudkóra. Allen Prosttól vettem. Tényleg? Frankon? Belül pedig egy spéci rally fogaskerék van. Még nyakigérő homokban is úgy elfordul, mint a franc. Igen? Aha. Kár, hogy nem a tengerparton vagyunk. Ne cigiz, légy szíves. Buzerálja a szemem. Se kávé, se cigi. Se kufantás. Figyelem, Boa hívja vízisiklót. Ismétlen, Boa hívja vízisiklót. Hallgatlak, Boa. Szia, Itelem. Milyen a csapatod? Überfasza, már épp címet cseréltünk. És a tied? Minket momentán épp lehugyoznak, amúgy elmegy. Hé, hey, Rashid. Azt a fekete 106-ost el kéne kötni. Meg vagy húzatva, Márkó. Fényes appal akarsz megcsapni egy járgányt? Miért ne? Ki nem szarja le? Te a környék járdal, te hangyás! Gyerünk hazai pályára, fújjunk meg egy ismerős verdát! Csigavér! Egy csomó fejes jön, a zsaruk kint vannak a reptéren! Most egy bulvárbuldog se tudna elkapni! Te csak dinoszolsz! Nem vagy józan haver! Hűzs már le magad! Kint állnak a reptéren! Mutatták a tévébe Clintont, a banyáját, a többi górét! Fiusz, fiusz! Ahó, zsernyárkok! Márko a nevem, és közlöm veletek, hogy bekapadjátok! Meg kéne agyalni! Nem, nem, hadd eressze ki a gőzt. És különben is kell a hely. Elugrom egy fél percre bronzolni. Tilos elhagyni a kocsit, ez parancs. Levizelem a kötvágótokat! Süket banda! Messze, látod? Mind a reptéren dekkol. Hé, hey, mosolyogni, fiúk. Vesz a kandi kamera. Ha egy percen belül nincs itt az a merci, elmegyek egyszerre cigizni, kávézni és bronzolni, világos? Kénytelen leszel várni, koma. Kigyog, figyelem, nem marunk, amíg az egér elő nem bújik a lyukból. Ismétlem, megvárjuk, amíg kibújik az egér. Uram! Petra, kérem, ne zavarjon akció tudom, közben. De személyesen a miniszter úr keresi. Az más. Tiszteletem, miniszter úr, hogy nincs a reptéren? Már végeztem. Mondja csak, Zsiber, az a mercedeses banda, akiről a múltkor beszélt. Igen, épp a legjobbkor érdeklődik utánuk, ugyanis épp most készülünk letartóztatni őket. Nagyon helyes, mert az imént beszéltem a német belügyminiszterrel. Semmi ok az aggodalomra, uram. Ezek a ficek itt nem rúgnak labdába. Estére kivonjuk őket a forgalomból, holnap meg lapátra kerülnek. Hát épp ez az. Nem szeretném, ha ez az ügy francia-német belvillongásként végződne. A háborúnak vége, Zsiber. Teljesen képben vagyok, miniszter úr, és maximálisan egyetértek. Ezek ugyanolyan közönséges bűnözők, mint a többiek, de... Akkor kérem, ne is kezelje őket, úgy, mint a fricek lennének. Ilyet mondtam? Igen. Fricet mondtam? Igen. Csupán nyelvbotlás volt, miniszter úr. Tehát számíthatok önre? Feltétlenül. Emlékezzen rá, hogy elintéztük a sárgákat is, he? Már úgy értem, azokkal a ferdeszeműekkel is minden simán ment. Nem is volt áldozat. Legalábbis a mi oldalunkon. Halló? Halló? Letette. Nincs itt kecmec. A fasznak kell ennyi drót. Ne töketlenkedj már! Megterheled végre, vagy vigyek egy stuszkulcsot? A fedőnevünk vízisikló, melynek jellemzője a lapítás. Tehát mi is szépen lapítunk, nem tekergünk. Rendben? Mérges kígyó, figyelem, a törpéket élve kell elfogni. Kinyomadni ráérnek később. Nos, azt hiszem, az lesz a legjobb, ha ezt rátok bízom.
nekem amúgy is mennem kell. Indulás! Mi folyik itt? Úgy tűnik valami leszámolás, uram. Nem mozduljon, uram! Körbecsolták a belügyminisztert! Küldjenek erősítést! Azonosítottam a kocsit és a cinkosokat. Ismétlem, azonosítottam a cinkos társak kocsiját. Négy nehéz fiú van az autóban. Megjött az erősítés, uram! Összeszarom magam. Tűnik azok rendőrök, akikre lőnek. Feladják. Halló. Itt vízisikló. Támadt egy kis gondunk a kocsi ajtóval. Jó napot. Ne féljen, mindjárt kiszabadítjuk. Ne kapkodjanak, ráérek. Lekötelez. Megadják magukat. Furcsa, de a vonásai alapján kiköpött olyan, mint a belügyminiszter. Nem? Nem? Jó, hogy kisfiam, nem ettél semmit. Ne szívd mellre, mama. Egyszerűen ma nem vagyok éhes. Jaj, ne, elég. Ha a jogsid miatt izgulsz, felesleges. Nyolcszor megbukni nem szégyen. Bezzeg apád sose ment át. Hogy? Jól emlékszem rá, hogy apa vezetett. Hát persze. 20-szor próbálkozott, aztán kegyelemből megadták neki. Na, vagy úgy. Köszönöm, hogy így bíztatsz, mama. Nincs mit. Ezt a házmester gyerek a kis Dávid hozta fel, hogy meg tudod-e javítani. Nem mondtad, hogy nem vagyok egy Super Mario? Tudom, te egy szuper zsarú vagy, aki védelmezi a törvényt, és óvja a polgárokat a gonoszok ellen. Jaj, angyalom, gyönyörű a hivatásod, és én nagyon büszke vagyok rád. Aha. Akkor miért mondod, hogy az IBM-nél vagyok? Szeretnéd, ha folyton a büntető cédulákkal zaklatnának, ha? Nem. Látod? Az IBM-mel így mindkettőnknek nyugta van. Viszont szerelhetem a játékokat orvérzésig. Neked semmi sem jó. Ugyan, csak vicceltem, anyukám. Hívnál egy taxit, vagy elkéssek? Jaj, találtam egy rendeset, majd meglátod, kedves, olyan akár egy angyal. Neked is tetszeni fog. Jó napot. Ez nem az az emelet? Attól függ, kit keres. Kamit. Az én vagyok, illetve itt lakik. Á, ön a fia, aki az Apple-nél melózik. Ah, majdnem. Az IBM-nél. Mama! Nekem aztán mind a kettő kínai. De láttam a fényképét. Á, itt van Daniel. Bemutatom a kisfiamat, Emilient. Tessék, mindent felcímkéztem, látod? Hétfőre egy kis pörkölt, kedves. Köszi, anya, én is el tudom olvasni. Menni kéne, mert nem szeretem otthagyni a placon a kocsit. Viszlát! Csókollak! Én is, anya. Hová vigyem? Bulvár Walter. Ott csak a rendőrkapitányságot ismerem. Helyes, ugyanis oda megyek. Tudja, én kezelem a komputerrendszerüket. Egy kicsit előbb kiteszem, ha nem baj. Szeretek tisztes távolban maradni a szervtől. Mondja csak, ez valami turbótaxi? Szakértő? Amatőr. Tudja, egy kicsit felspéciztem a motort, hogy a szelepek szebben muzsikáljanak, ha döngetek. Ah, de hogy tud maga döngetni, ha a városban mindenütt 50 a sebességhatár? Arra a csészájra céloz az 50-essel? Igen. Az csak a gördeszkásokra vonatkozik. Téved, ez minden járműre érvényes. A kivétel erősíti a szabályt. Látja, én 100-szal megyek. Jó kaszni, jó sofőr, nincs kockázat. Ez sokkal kevésbé veszélyes, mint ez a 20-szal tökmörgő csórikám. Látja? Látta ezt? Nehéz volt nem észrevenni. A radaroktól nem fél? Tudom, hol helyezték el őket. Azok a fafejűek nem variálnak. Mindig ugyanott vernek tanyát. Amúgy mindjárt elhúzunk egy mellett.
Figyeljen, ott balra, látja őket? Két bamba x-lábú tenszetosza. Fiúk, fotó, mosolyogjatok, fotó! Ők igazán nem tehetnek semmiről, hisz csak parancsot teljesítenek. Önként teszik, nem kényszerből. Ha bárki tudja, szerintem épeszi Muksó magától nem megy el rendőrnek. Nézze, én sűrűn látom őket a komputerek révén, és be kell vallanom, korábban hamis képet alkottam róluk. Tényleg? Rosszabbak, mint hitte? Nem. Nem, éppen hogy jobbak. Azért nem minden rendőr barom, higgy el. Á, semmi kétség. Amelyik nem barom, az piás, csaló vagy hülye. De most tényleg, uram, magunk közszól. Ismer ön egyetlen olyan épeszű faszit is, akinek az a legőbb vágya, hogy zsaru legyen? Miért? A taxis az jobb. Ez hogy érti? Ismer olyat, aki arra vágyott csak, hogy taxis legyen? Aki mereszti a seggét, mert büdös neki a munka? És gúvat szemmel üvölt, ha nem kap elég barra valót? He? Úgy piálnak, hogy szétrobban a szonda, ha megfújatják őket. Keveslik a lóvét, ezért folyton sírnak, mint a fürdős kurvák. Játsszák az agyukat, közben meg sumákolnak és lepaktálnak a zsarukkal. Már csak egy házmester feleségkel habnak a tortára és gyertek. Maga leakasztott már egy házmesternét? Ne? Hát akkor csipkedje magát! Na jó, lehet, hogy van egy-két tenyérbe mászó alak a taxisok közt. Te nem mindegyik ilyen. Elhiszem. Látja, a rendőrségnél ugyanez a helyzet. Nem mind ruházza meg reggel 6-kor részegen a bevándorlókat. Legtöbben végzik a dolgukat, mint ön. Vagy én. Lehet. A baj csak az, hogy igazából nem ez a hivatásom. Tényleg? Ezt úgy értsem, hogy csak szerelemből taxizik. Mi a foglalkozása? Megmutathatom. Csak akkor rókázik a kiszám. Hú, de ocsmány! Sajnálom, uram, ilyen kuncsafton még nem volt. Általában kiszáll az utas, és aztán kezd el hájni, mint a lakodalmas kutya. Igazán restellem, uram. Elárulok egy titkot. Nekem is más a hivatásom. És pedig? Jaj, ne. Bizony, igen. Tehát akkor... Név? Keresztnév? Morales, Daniel. Foglalkozása a taxisofőr, vagy csak simán sofőr? Szabadon választhat. Ja. Mennyivel is ment az utcán? Úgy 90-nel. Még hogy 90-nel. Lehet, hogy egy kicsit többnek éreztem, mert divaj erős a motor, de nem mentünk gyorsan. Mi van, bajnokom, haladsz? Igen, de most felszívódnál egy időre, ha megkérhet. Már is. Tudod, az a taxi? Az előbb megint látták repeszteni. 190-nel. Lassul. Na tessék. Maga nem 90-nel ment, hanem 190-nel. Értem már, biztos a nap miatt. Nem láttam a kilométer órát, azt hittem 90-nel megyek. Ezért nem is izgultam, különben tudi, hogy lassítok. Tök mindegy, a 90 is sok, mert az 50-es határ mindenkire vonatkozik. Autóra, gördeszkára, taxira, mindenkire! Jól van, na, örülhet, elkapott, boldog lehet, mint élenjárós, azt hiszem, ha? Én a taxizásból élek. A gyalogkakukká tesz végem. Hát legyen olyan kedves, ne gyötörjön tovább, csak mentsen fel gyorsan. Csak ne olyan hevesen, hadd nyerjek én is az üzleten. Általában én szoktam befutcsolni az utcán, egyszer rám fér a szerencse. Azért nem kopogtam, mert fáj a kezem. Ugyan már, rá se ráncs, mármint a kopogásra. Köszi. Az a vacsora, meg a sürgős program. Igen? Várjunk vele, amíg rendbe jövök. Ha csak nem akarsz egy madárijesztővel elmenni. Engem nem zavar, illetve nem, te madárijesztőnek is tökéletes vagy, mármint oly mindegy, nehéz követni. Figyelj, sajnálom, esküszöm, nagyon sajnállak is, magamat is, de ez most nem fontos. Csak az számít, hogy... Nesze nekem. Látja, ilyen az én formám. Bár el tudnám kapni azokat a németeket. Küldjön padlóra engem, attól jobban lesz. Hát nem tehetek mást. Kivéve, ha van egy ötlete. Megígérem, hogy ezután jó leszek. Ez nem ötlet, ez egy vicc. Igazi ötlet kell.
ami közhasznú lehet. Söpörjek kutyaszart? Dehogy. Legyen közhasznú az én javamra. Rendben? Úgy értem, részemről én a közt képviselem, és maga tesz valami számomra hasznosat. Világos? Perkáljak le egy kis lóvét? Maga olyan hülye, hogy már fáj! Mondja meg nyíltan, mit akar, ahelyett, hogy balettozva hányja itt nekem a rizsát. Mit akar tőlem? Nem bánom. Hallott már a mercedeses bandáról? Nem, én motoros bandákban utazom. Ezek bankokat rabolnak. Tegnap a hetediket. A főnököm őrjön. Hát, elég szar ügy. Igen, főleg nekünk. De teszek magának egy ajánlatot. Maga ért a kocsikhoz, nekem meg kell egy sofőr. Ez elég indok rá, hogy felvegyem oktatónak. A múltat meg elfelejtem. Szóval egy hónapig zsarut játszak? Zsaru vagy gyalogos, válasszon. Inkább a halál, mint a szégyen. Maga mondta. Itt az anyag. A hét rablásról. Zsinórban. A mercikhez nem értek, csak a Ferrarikhoz. Ez egy mercis banda, de ha átnyergelnek Ferrarira, már is szólok. Piros merci, szörny. Nézze, a színét én is látom. Próbáljon valami mást kiszúrni rajta. Amit mi nem vettünk észre. Bármit. Egy részletet. Már meg is van. Mi? Ez a banda. Német. Lehidalok magától. Egy német autóban egy német banda. Nem zsibbott le még az agya? A túlfújt kerék jellemzően német. Ráadásul szélesebb is az átlagnál. Ilyet nálunk nem kapni, csak rendelésre. Nagyon gyorsan kopik, ezért gyakran kell cserélni. Ezen a fotón görbe a kipufogó. De ezen már nem. Az akció után biztos kicserélték. Marseille-ben ez csak Krügernél lehetséges. És Krüger? Szintén német. Mi lenne, ha értene is a mercikhez? Hová, hová? Krügernél kezdjük. Meglátjuk, mire emlékszik. Mire vár? Tapsra vagy énekeljek? Figyelem, egy hullát találtak a tengerparti út mellett a 20-as kőnél. Az ügyeletes helyszínerő azonnal induljon. Vége. Ezen a környéken jobb, ha nem használja a villogót. És most mi legyen? Most azt tesszük, ami a rendőrök életének 90%-át kitölti. Megfigyelünk. Ismerkedünk a környékkel. Figyeljük a mozgásokat. Elemezzük a helyzetet, és zárás után felteszünk néhány kérdést Krügernek. Mondja, hánykor zár szembe a műhely? Krüger? Hm? Nem zár be, nem tud aludni. Köszi. Csak húskrémes volt. Kár, hogy nem tudtuk előbb. Anyám jobb szendvicset csinál. Az a sonkás sajtos. Fele ilmici, fele prágai. Az zseniális. Csinált magának. Igen. Finoman megkente majonézzel, és tett bele egy kis salátalevelet. Az uborka már csak kedves ráadás. Boszorkányos. Az anyám? Ez elismerés. Gratulálok. Ez meg mit keres itt? Koreai. Ők a szakma kukabúvárai. Éjjel-nappal melóznak. Aludnia is kell. Ő is csak ember. Mindjárt meglátja, mi a trükk. Egy taxi, egy rendszám, egy engedély, és két sofőr. Próbáljon csak két koreait megkülönböztetni. Ez hihetetlen. Ami azt illeti, én ismerek egy koreait, de az inkább szakácsként hasít. Kiszállunk? Megvárjuk, míg bezár a műhely. Na, azt leshetjük. A pasi sosem zár be. Ezt honnan veszi? A bárban mondták. Miért nem mondta már hamarabb? Hát, mert még nem alakultak ki a zsaru reflexeim, főnök. Nem a zsaru reflexe hiányzik magának, hanem a józan esze, csessze meg! Egy álmatlanságban szenvedőtől várjuk, hogy aludjon! Magának ez észszerűen hangzik? Ha én volnék a merci sofőrje, és tudnám, hogy az ürge sosem alszik, akkor este jönnék el hozzá, mert úgy kevésbé feltűnő. Ne mondja. Azt hiszi, hogy a banda ide állít majd csak úgy, a piros mercivel? Mindjárt kifekszem. Egy sofőr a szabad idejének autószerelőhöz megy. Minek jöttek? Valószínű a Krüger által rendelt kerekekért. Micsoda bázli. Erről nem maradhatok le.
Ha gáz van, hívja a kettes csatornát és mondja be a rendszámot, jó? Hova megy? A figyelés után akció. Eljátszom egy koreait. Mit? A koreai trükköt. Ne! Mekkora egy faszkalap. Maga szerint hová teszik a gumikat? Te meg hogy kerülsz ide? Én csőlakó vagyok. És a hazám nagyon, nagyon hideg. Na! Ne! Kérem, ne bántsanak! Nem loptam el semmit, csak aludni akartam. Á, mindjárt keresünk neked egy helyet, ahol alhatsz. Nem én... Ha egy kis szerencséd van, kaját is találsz. Ne! Finomabban, ez fáj! Én igyekszem föl. Mi is a neve? Daniel. Ja, igen, persze. Az enyém Emilien. Jobb lesz, ha mostantól tegeződünk. Hát, egy fokkal. Nézd, pajtás, most, hogy ilyen közvetlen kapcsolatba kerültünk, ez a kuka ügy, meg ami még itt történt, szóval ez köztünk marad, ugye? Tőlem. És ha egyszer elengednéd a kezem, nem mehetnék haza aludni? Nem vagyok se örökmozgó, se koreai. Persze. Egész este vártalak. Csak azért nem jöttem, hogy felcsigázzalak. Ígérem, nem bánod meg, hogy vártál. Folyton csak ígérgetsz. Mutasd valamit. Nem rossz. Gyerünk, ne hagyd abba. Hé, mi ez? Mi van? 6 óra van, és hétfő, nem vasárnap. Ezt nem teheted velem? Mikor így visszafogtam magam? Én talán dominóztam. Jelents beteget! Hétfő reggeli korság, na ezt tetszene a főnökömnek, főleg, mert még sose hallott ilyet. Bárkivel megesett, hogy hétfőre megbetegszik. Bezabáltál valamit a szüleidnél. Tömtek, mint a libát. Egész ilyen rókáztál. Van ilyen? És egy olyan pasi, aki hétközben dolgozik, a vasárnapot pedig a barátnével tölti. Szerinted van ilyen? Bocsáss meg, Lili. De ritka mocsok napom volt. Viszont megesküszöm, ha ma este hajlandó vagy velem vacsorázni, mindent elmesélek. Rendben, könnyű vacsora legyen, nem akarok rókázni. Kérlek, kevés kaja lesz és sok szerelem. Sőt, az ágyban vacsorázunk. Nincs több lehetőséged, úgyhogy húz bele. Aduász leszek. Ma is egész nap a műhely előtt ekkolunk? Nem, a terepszemlének vége, ma akcióba lépünk. Érdekel, hogyan zajlik egy kihallgatás? Nem köz. Se baj, azért velem jössz. Csak útban lennék. Jobb lesz, ha itt szobrozok. Hát, ha megint rosszul sül el valami. Figyelj, kell lesz tolmácsnak. Dunsztom sincs, hogy beszéljek velük. Krüger nem mer majd átverni, ha téged meglát. Hidd el nekem. Jó napot, uraim! Melyiküket hívják Krügernek, ha megkérdezhetem? Rájöhet, ha tud olvasni. Ide van írva. Ah, Monsieur Krüger. Feltennék pár kérdést. Nem tart soká, ne féljen. Hé, mit csinálsz? Kéne pánikba esni, már egy órája elmentek. Tényleg? Nézd csak körül, tök üres a garázs, sehol egy lélek. Tényleg elmentek. Mondd, kérdezhetek valamit? Mit? Minden kihallgatásod így zajlik, vagy csak előttem akartál felvágni? Az első kérdésig általában el szoktam jutni. Gyere, sétáljunk egyet, jót fog tenni. Megmentetted az életemet. Ugyan? De. Ezért jogos a hála, elengedem az 1 hónapot. Köszi. Nem kérek többet, csak 1 hetet. Üzleti érzéked azért van? Nagyon fontos, hogy elkapjam azt a bandát, Daniel. Azt teszi miatt? Nem. Na jó, talán részben, de elsősorban magam miatt fontos.
Elegem van, hogy kukákban végzem. Ez önbecsülés kérdése. Tudom, hülyén hangzik, de magamnak kell bizonyítanom. Egy szabad estét kaphatni? Jaj, hát persze, öregem. Végeztetek? Elrabolhatom? De mama, szegény épp... Elvesztettem a receptemet, de a doktor úr ad egy másikat. 5-kor végez, és most 55 van. A szívemre kell a gyógyszer. Nem venném a lelkemre, ha feldobná a talpát. Egy nap alatt megmentem az egész családot. Magának áldott jó szíve van, Daniel. Tudom, az visz a sírba. Úristen, Johnny, nézd oda, kik jönnek! Ne izgulj, bébi! Ebben a lövedékben egy poloska van. Így aztán nem tudnak meglógni. Zseniális vagy, Johnny. Ez a dolgom, bébi. Jaj, a kellős közepébe. Hogy te milyen ügyes vagy. Most már csak követnünk kell. Kolosszális! A rejtekére. Akkor aztán kiszabadítjuk már. Sose felejtem el a kérdőt, Johnny. Ez a dolgom, bébi. Nos, uraim, az imént kaptam egy füles telefonon. A banda találkára hív minket, bizony. A Marseille bankba, az Exi kapuhoz. Mint hogy ők is precízen dolgoznak, én vezetem az akciót, és nem tűrök el se tévedés, se apró botlás, semmit. Példásan megszervezünk mindent. Legyen két szó a jelszavunk. Első a derű, aztán a hatékonyság. Úgy döntöttem, hogy az akciónk fedőneve legyen zen. Főnök! Felejts el a kobrákat! Megvan a megoldás. Ha nem kapjuk el estig a Mercedes-es bandát, ne legyen a neve Emilien Kutankarmenek. Remélem telibe talál a töltények Armodek, mert nincs több muníció. Most a te kezedben van ez a töltény. Ne puskázz, de légy szíves. Mindenki a földre! Tízen után! Azt mondtam, a földre! Már nincs szó! Senki nem mozduljon! Ölvözd a várat! Aki nem mozdulja! Működik. Nyugtával dicsérd a napot, de eddig jó. Távolról kövesse őket. Figyelem, mint Zsibert. 10 kilométeres körzetben minden utat zárjanak le a Gauguin körül. Nem mozdultak el. Még egy sarok is megvannak. Történt? Fogalmam sincs. Eltűnt a kép. Ne mondja. Azt én is látom, de arra lennék kíváncsi, miért tűnt el? Lassíts, itt kell lenniük. Egy piros merci csak fel fog tűnni. Meleg, érzem, itt vannak a közelben. Lássuk. Ha van Isten, itt vannak. Amen. Ne üljön!
Emilien, hogy lehet? Behorpad a homlokom. A pasi lóvá tesz, a piros merci köddé válik. Erre még Copperfield se képes. Jó napot. Az iratait legyen szíves. Történt valami, biztos úr? Önök németek? Igen, miért? Ez itt már a határ? Há? Főnök, 4 német egy nem piros Mercedesben, érdekli? Megyek. Szóval az urak németek? Igen, miért? Ez talán gondot jelent? Nem, ellenkezőleg, felcsigázott. Nyissa ki ott hátul. Mit csinálnak Marseille-ben? A német márkánkat akartuk elkölteni, de ha zavarja, mehetünk máshová is. Ugyan, dehogy. Örömünkre szolgál, ha nálunk tapsolják el. Hát, auf Wiedersehen és kellemes nyaralást kívánok. Danke schön. Nincs mit. Emilien. Tököndöföm magam, ez lehetetlen. Valamit biztos elfelejtettem. A kanna. Ezt felejtette ott. Gyakori eset. Gondolja? De az én fiam nem olyan. 8 óra van. Bekapcsoltam a rögzítőt, beállítottam a vekkert. Van 10 óránk, annyi elég lesz, nem? Félek, muszáj lesz beérnünk egyébként. Nem baj, a végén majd belehúzunk. Vársz valakit? Hát, a szeretőmet, de mondtam, hogy már a kimenőt kap. Ki a fene lehet? Hogy csöngessen, majd megunja és elmegy. Hol is tartottunk? Hát, épp csókoltalak. Vagy nem, te csókoltál engem. De hát, ha fontos. Például? Tudom is én, mondjuk a zsaruk vagy. Persze, azért jöttek, hogy elfogják a híret bűnözőt. Vigyél magaddal, túsznak. Aztán majd lerázunk őket. Rendőrség! Nyissák! Biztos nem öltél meg senkit? Még nem. Ó, drága barátom, hát itt vagy! Meg vagyok mentve. Nem is hinnéd, mekkora szarban vagyok. El tudom képzelni. Kizárt, ahhoz túgy ér a fantáziád. Kész, oda a lakás. Elszállt, amit szegény apám ránk hagyott. Füsté vált, mint a fater. Az uram nagybabós volt, mégis májrákban halt meg, pedig soha egy kortyot sem ivott. A lakás nem nagy veszteség. Nagyobb baj, hogy megint felsültem. Hétvégéig vagy elkapom a bandát, vagy mehetek vissza zebraőrnek. Síppal, dobbal, hadonászhatok. Az én fizikumommal ez a vég. Daniel, ki ez a törpe? Egy haver. Tényleg? A porbafingó a nyerő? Ez nem olyan egyszerű, ő zsaru is. Micsoda? Zsarukkal haverkodsz? Ne értsd félre, azért melózom neki, mert... Beszipkáztam! Jaj, ne, nem lettem rendőr, csak dolgozom neki. Ő is csak egy kamu zsaru, nézd meg! Ilyen pofával inkább olyan, mint egy titkos ügynök. Aha. A bige meg egy matahari. Jaj, ne fárasz. Elmagyaráznál neki valaki, én úgyis hiába süketelek. Az én nevem Camille, jó estét. Ez a törpe, aki itt ül, a kisfiam, Emilien. És ha volna szíves megmutatni a konyhát, főznék egy jó erős kávét, és mindent elmagyarázni. Nincs ezen mit magyarázni, anya. Dugámba dőltem, és mellé ültem. Pedig ígéretesen indult a pályám. De aztán jött a kuka, a hentes, meg a Mercedes. Nem lesz cső lakomenhely. Vagy mennek, vagy hívok igazi rendőröket. Ne roncs tovább a helyzeten. Elég tré az így is. Elég szarabb már nem lehet. Én csupán azt szeretném, ha nyugodtan befejeznék azt, amit elkezdtünk. Nem kéne vesztegetnünk az időt, így is elég szoros a program. Ah, gyors hajtáson kaptak. És bizony nem volt tojás a pedálom alatt. 100 évre is bevonhatják a jogsimat. De kézkezet most alapon megbugázhatjuk. Jobb ez, mint ha meló nélkül maradnék. Fakabál, zsaroló, törpe, szép kis bárca, az anyja büszke lehet magára. Most már látom, hülye voltam, nesze. Szabad vagy. Komolyan. Vedd el, tényleg szabad vagy. Ha? Tudod, nem az alkunk miatt jöttem ám ide, hanem mert nincs más barátom is. Anyám oda van, érted? Igen. Mert jó szíved van. És segítesz. De hát tévedni emberi dolog, a sündisznó is megmondta. A súroló kefén. Végül is ez nem a te problémád. Ne gyötörjön a bűntudat, elkapom a bandát egyedül.
bár gyalog nem lesz könnyű, de megoldom. Figyelj, gyorsabban megszabadulok tőle, ha segítek neki. De ennek nem a problémája a fő baja. Ez a segdugó egy pszichopata. A bárányok hallgatnak, jut eszembe róla, ha ránézek. Matahari a tiéd. Én viszem a törbét, és maximum 2 órán belül itt vagyok. Mihez kezdjek 2 órán át a banyában? Römízzek vele? Az én kedvemért. Kérlek. Esküszöm, felgyújtom, ha nem jössz időben. Rendben. Gyerünk, öreg! Hová? Ráhajtunk az ügyre. Sajnálom, hogy elfuseráltuk az estéjüket. Tényleg olyan jó kávét hőz? A legjobbat a városban. Ezt nyújtom béke jobb helyett, hogy oldjam a helyzetet. Ja, nem vagy hajlandó szóba állni velem, de azért hallgass meg, amit mondani akarok. Rendben? Elég egy perc. Elég. Szóval egész éjjel gondolkoztam, de egy kérdésre mégsem találtam választ. Hogy miért heccelnek így minket? Ha? Miért piros a merci, mikor a szürke diszkrétebb? Hogy eltereljék a figyelmet. Mi erősen figyelünk erre, és hopp, ők meglógnak ezzel. Elterelő hadmozdulat. Konklúzió? Ők üres kézzel hagyták el a bankot, míg a pénz más úton távozott. Vagy a pénz még mindig a bankban van. Egy perc. Letelt az időd. Kérlek. De később visszajövök. Tíz lepedő. Nagyon köszönöm. Ebből simán elkoristolhatsz egy darabig. És a feleségem? Visszakérem? Hát, tudják, már úgy megszoktam. Nyugodj meg! Nézd! Minden jóra fordul ezután. Auf! Meine Herren, noch eine letzte Bank und wir können in Rente gehen. És az utolsó alkalomra azt javaslom, legyen kivételesen nagy durranás. Emilien. Emilien. Aj, mi bajod? Ha megmondom, hogyan csinálnak a piros merciből szürkét, az segít? Ki tudja, lehet, hallgatlak. Nem a kocsit cserélik ki, hanem a színt. Egy jól látható piros Mercedes hajt be a parkolóba, vagy valahova, és egy klasszikus, hétköznapi szürke Mercedes hajt el. Ez lehetséges. Gyerekjáték. De ha átfestik, valahol festéknyomokat kellett volna találni. Kivéve, ha beálltak egy kamion hasába, és odabent festették át. Több tonnányi festék kell ennyi átpingáláshoz. Ráadásul mindezt rekordidő alatt, hisz alig van 10 percük. Egyáltalán van olyan festék, ami ennyi idő alatt szárad. Halló, Zsézsé! Bocs, hogy felvertelek, itt Daniel. Sürgősen kéne az MD10-es varázsfestékből. Kárminpiros, metál. Kifogyott. Ki az, akinek hirtelen ekkora tétel kellett? Az étánk cégnek. Milyen rossz sebet akarnak ennyi festékkel? Átkenik az egész pályát pirosra? Nem, aranyos vagy, de majd én megpróbálok alkudni velük. Akkor hívjuk egymást. Ciao és köszi! Mi ez a bűvös MD10-es? 10 perc alatt szárad. Na, tetszik az elméletem? Ezek ők? Nem, ez a helyi roncsderbi időmérő edzése.
Hé, fiúz Daniel, oszd meg velem, mi a terv? Mi a felét csinálsz? Oda köszönünk neki. És ha megjegyzik a pofánkat? Az a cél, hogy ne felejtsék el. Ne hülyéskedj, ezek tudkóra kiszúrják, hogy én kushattam a csomagtartóban. Tedd fel ezt. Na, cseszd meg. Álcázva vagyok. Óriási. Szia, bumburnyák. Kaparsz? Azt hiszed, te vagy a Schumacher? Feszítesz, mint a te húgyoztat volna a golfáramot? Mi ez a két gokárt? Csak nem Mercedes? Az anyja. Már verdákat is gyártanak. Mondd, a fricek fogadnak dohányba? Vagy az nem kóser? Bár úgy is én nyerek. Adj egy rongyot. Nem jobb, ha kiszállok? Nem, dehogy. Majd meglátod, hogy rácsapnak. Ez itt a tét. És az kapja meg, aki győz. És az győz, aki meg tud előzni. Van rá két köre, egy meg egy. Eddig tudtok számolni? Köpünk a dohányodra. Az összeg azért bagó, mert ugye nekem is vannak elveim. Vesszenek a nyúlbéla turisták. Mi van, te spenót huszár? Hé, koma, figyúsz, kukancs néha a tükrödbe, hát ha mögötted leszek. Egy körül lehet, hogy kettőt verek rád, ha? Csipém. Köszi, nyuszik. Kotródj innen. Gyorsan. Hát, nagyon örültem, de megyek a műhelybe, mert nem úgy gyorsul a szekér, ahogy szeretném. A visszavágó mikor legyen? Nesze, itt, Ali. És most mit csinálunk? A seggére vegyünk. Francéze. Teljesen meg vagy húzatva. Megvoltak és futni hagytad őket. Hívhattunk volna erősítést, lecsapunk rájuk, és rég hűvösen ülnének. És a vád mi lett volna? Gyors hajtás a tréningpályán? Én nem szarja le, indokot találhattunk volna utóbb is. Na várcsak, ezeknél bomba biztos bizonyíték kell, különben meglóknak, nem ezt mondtad? Mondtam. Igen vagy nem? Jó lehet, de finggal nem lehet piros tojást festeni. Ha ez így megy tovább, amilyen az én formám, ők vágnak sitre minket. Higgadj le, nyugi, rendben? Meg lesz a babérod. Most megszívták magukat. A pilóták forcsognak a gyütő. És most csapdát állítunk nekik. Igazán? Miféle csapdát? Firnyákosat. Milyen nálad egy firnyákos csapda? Firnyákosan furmányos, nem tök mindegy. Teljesen. De mi a lényege? Észrevétlenül megmajmoljuk őket, aztán hintába tesszük az ürgéket. Itni. Ehhez kell 20 lámpakulcs és 20 adóvevő. Az adóvevő nem gond, de a kulcsokat a járőrök maguknál hordják. Még a zuhanyzóban is. Na ne. De igen. De ne. De igen. De ne. De igen. Hello. Minő tehetség. Tied a pálya, Jimmy. Siess meg, meggebedek. Egy perc. Emilien, van egy kurva jó. Anya, szűk mesztelen vagy? Korán sem vagyok mesztelen, mert a törülköző öltöztet. Igaz? Egyébként meg mi között hozzá, hogy mesztelen vagyok-e? Akkor veszek Ádám kosztümöt, amikor akarok, hiszen ez az én irodám. Hát igen. Nem tanítottak meg rá, hogy kopog, mielőtt belépsz, bázd meg! He? Vagy előre megfontolt szándékkal, vagy bunkó? Szép kis fogadtatás. Pedig csak viccet akartam mesélni. A vicceidet csak sírni lehet. Kifelé! Kifelé! Na, ez jól esett. Ki a fasz kopog? Petra! Zavarok? Soha! De, látom, hogy zavarok. Majd benézek később. Na tessék, egyszer az életben bejön hozzám, üdvözült mosollyal. Én meg itt állok egy szál semmiben, most mondd meg. Főbelőjen magam, vagy szerzetesnek menjek. Nem vagyok méltó ehhez a lányhoz. Olyan szép, és már rég főfelügyelő. Egy ilyen kis darab sincs, ami lehetne jól rajtam. Jól van, elég már. Befejeznéd végre ezt a rinyálást. Csak a saját sírodat ásod ezzel a nyavajgással. Ez nem egy pehelysúlyú csaj. Erre dízelmotorral kell ráhajtani. Ennek egy férfi kell.
Ha például felöltöznél, inkább tűnnél férfinak, mint majomnak. Húzd ki magad! Ez az. Ha meg akarod szerezni, lapogasd meg a hátát és döntsd hanyatt. Ennyi! Ha beleadsz apait, anyait, le se vakarhatod magadról többet. Most mit veszíthetsz? Ha nincs esélyed, az kiderül. Ott helyben, mint a kaparós sorsegynél. Emilien, jól vagy? Hé, figyelsz! Igazad van, a végére járok. Lapogatás, hanyad döntés, roham! Ajjajjajjajjaj! Vagy bejön, vagy nem. Hát győzzön a jobbik. Mi van a kulcssal? Kész. Fogd csak. Mérgesek lesznek. Ha egy csaj fél napot késne a randevúról, mit csinálnál vele? Fix, hogy megölném. Ez a válasz a kérdésedre. De mi hoztunk virágot is. De szép virágok! Biztos jó szagúak is. Ti sütöttétek a tortát? Igen. Végképp lemondtuk a szerelemről, sütibe folytva a bánatunkat. Se baj, túléljük. Köszönöm, Kami. Hála, neked remek napom volt. Akkor hívjuk egymást. Igen. Ezt nekem hoztad? Köszi, szia. Lili, várj! Nincs kedved velem tölteni az estét? A vendégeid vannak, törődj csak velük. Majd bepótoljuk, egy-két év nem számít. Ja, Kami veled alszik, csak hogy tud. Ciao! Jó éjszakát, fiú! Ó, ez prima áru. Na, jamaikai a fű. Látod, a rendőrségnek is van előnye. Nem csábulok el. Mondd, miért nem versenyautót vezetsz, ahelyett, hogy taxizol? Apám tolószékben tölti az életét egy baleset miatt. Hogy állsz oda elé egy ilyen ötlettel? Hát igen, nem könnyű. És te hogy futottál vakvágányra? Na, ez is egy jó kis történet. 17 voltam, mikor az apám meghalt, ott maradtunk egy buznyák nélkül. Munkát kellett találnom. A rendőröket centire mérték, nem észre. Hol nőttél fel? Annyi érben. Jules Ferrinél? Igen, miért? Te is ott születtél? Igen. Esküszöm. Akár egy suliba is járhattunk volna. Ha megtanítalak lopni, többre vietted volna. Ilyen az élet. Egy gyerek álmodozik minden féléről, aztán minden máshogy sül el. Aha. Csatárnak készülsz, és söprögető leszel. Szerinted működik majd a terv? Óramű pontossággal. Ez biztos. Bújj be! Nem zavarlak? Nem. Parancsolj. Mit akarsz? Általános riadó! Uraim, kezdetét veszi a Puma akció. Az SDLM bank a célpont. Ezek a mai stratégiai pontok. Arthur, tied az Aten Canavier sarok. Jackie, te vagy a kettes a National kereszteződésben. Momo, te vagy a felüljárónál. Kettes Manny, rádió kulcs. Hármas Venson, rádió kulcs. Négyes. Egy óra múlva itt vagy. Pontosan. Nálad várlak. Itt Puma. A madár benne a kalitkában. Erre már húzd! Nem szeresd!
Uma, a madárka hamarosan kirepül. Támadásra felkészülni. Az isteni túszokat ejtettek. Egyelőre ne csináljatok semmit, világos? Sajnálom, de te már nem férsz be. Nem számít, majd itt várok. Nem. Sokkal jobb ötletem van. Majd futsz az autó mellett. Nem fogsz belehalni. Csak így bemelegítés nélkül. Köcsögök. Valamennyi puba figyelem! Elkapni a madarat! Elkapni a madarat! Látod, hogy nem a merciket kellett követni, hanem a kamiont, amelyikbe beállnak. Emeljük poharunkat a sikeres befejezésre. És most irány haza! Rossi! 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 Kezdődjön a tánc. Felkészültél? Igen. 20 blokádunk van. Ha csak egyen is átmennek, leketjen nekik. A misleten mennek a Plászmázár felé. Ki van abban a kereszteződésben? Zsambát a hetes. Figyelmeztest. Ővé a nyitótánc. Zsambát, itt Emilien. Hallasz engem? Igen, Vétel. Te nyitod a táncot. Helyben vagy? Itt állok a lámpánál. Akkor állítsd át. Ezek közé sose férsz be. Nem ismersz te engem. Itt látnak szemeim. Csövi, megy a traktor? Bocsa, múltkorért, de olyan hülye vagyok, hogy behúzva hagytam a kéziféket. Hé, figyelj csak! Most sokkal jobban menne. Fogocskázzunk, vagy elsunyogtok? Dugulj el, öreg! Az elefánt seggese akkora, mint a franciák pofája. Gyerünk ki az autópályára, öreg, gyerünk! Felhúztalak! Elrobbansz az erőlködéstől! Eszed a kefét, sajnálom, nagyon sajnálom. Kapsz még egy lehetőséget, de most nem játszunk nagyban, mert utálok könnyen és gyorsan sokat kaszálni. Nesztek! Egy tízes. Erre még csúnyán ráfarogsz. Jobb, mint a kiröhögnek. Túl messzire mentél, nem? Dehogy, figyelmeztesd a hetes meg a nyolcast. Zsamba, most kapcsolj el pirosra! Nagyszerű! 12-es, 13-as, készüljetek! És látod a becsehezzel, az, hogy elküldtem fotázni. Itt a 13-as. Lacon vagyok, de van egy kis bibi. Két zsernyák szobroz mellette. A rohadt életbe! Hajd el őket onnan! Kenny, azt mondani, csezd meg! Ezek be vannak betonozva. A 11-esnél tartunk. Találj ki valamit! Add át nekik a rádiót! Elnézést, uraim! Önöket keresik. Hello? Zsiber felügyelő, bűnüldözés! Elrejtettek egy bombát, dobkedjek maguk mellett! Mi? Hol van? A lámpában! Csak semmi pánik, még időben hatástalaníthatjuk! Figyeljen rám! Tegye be a kulcsot és állítsa pirosra a lámpát! De már piros a lámpa! Ne csetelj nekem a színeket, te barom, hanem dugd be a kulcsot és állíts pirosra a lámpát! Világos? Igen. Igen is, felügyelő úr. Elhagytuk a 12-est. Kepeszd már magad, te vemhes lajhár! Megengedi? 19-es, 20-as készülj! A 20-as az utcsó. Igen, tudod. Erre tudkó? Főleg röviden. We'll be right back.
az autópályán bebőrzik a szeme, nincs benne több Kraft. Sokkal zárták le ezt az utat. Na, mert nincs befejezve. Ha tudsz róla, akkor ez szabálysértés. Lehet, hogy külsőre nyugodtnak tűnök, de fosok, mint egy galamb. Mindjárt vége. Hát ez az, én tovább akarok élni. 10 másodperc. Kontold le ezt a patkányt. Állj meg, mert elfogy a híd. 5 másodperc. Gyerünk már, adj neki, adj neki! Könyörgök, azonnal állj meg! Hagyd őket nyerni! Adok neked egy 10-est, ennyiért ne halljunk meg! Most vagy soha! Kapaszkodj! Ilyen! Mi ez? Ja, bravo, Karl! Wir haben gewonnen! Bist du sicher? Esküszöm, még a húgy is megállt bennem. Már azt hittem, inkább meghalsz sem, mint hogy nyerni hagyd őket. Mert nem olvasol meséket. Mindig a teknős nyer. Hé, Einstein! Lafonterről hallottál már? Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Verdammt! Du kretén! De kurva dühös ez a hülye nyuszik, ahogy a pici kis teknős jól átverte. Mi kis pumánk el lesz ragadtatva. Imádja kifilézni a zsenge kis nyulakat. Já, já, éljen a vadas, éljen a vadas! Bocs, hogy éppen itt. Nem túl romantikus, mi? De már nem bírtam. Tényleg? Ha nem mondod, észre sem veszem. Egy visszavágót. Nem. A végén még elkésünk. Muszáj oda menni. Daniel, mit csináltál? Már legalább negyed órája kereslek. Önben is mit csináltatok a sötétben? Filmet írtunk elő. Filmet? Nem értem, mi volt ezen olyan sürgős, miközben a prefektus úr csak rátok vár. A köztársasági elnök úr nevében ezennel átnyújtom önöknek a becsületrend lovagja kitüntetést. Gratulálok. Szeretnék elnézést kérni. A pofonért, vagy csak úgy általában? Együtt. Mondd, hogy tehetném jóvá. Majd kitaláljuk. Elolvastam a feljegyzéseit. Nagyszerű. Adott nekünk bőven gondolkodnivalót. Köszönöm. A rendőri munka új dimenzióit tárja fel, amelyek összességükben hatásosabbak és modernebbek. Hálával tartozom. Köszönöm, uram. De a kitüntetése csupán jelkép. Ettől még nem kapja vissza a jogosítványát. Ennél azért a nagyobb rugalmasságot. Rugalmasságot? Igen, uram. Nem igazán értem. Le is ültethették volna, de mégis szabad. Szabad, földön futó. Vagy úgy? A kocsi a nélkülön semmit sem ér. Anélkül én csóró vagyok. Á, már értem. Volna egy ötletem, de nem tudom megfelele. Ki vele? Majd meglátjuk. Hmm.
Na, boldog vagy végre? Hát persze. Mi van, citromba haraptál? Na, ne, minden rendben. Egyszerűen nem értelek. Egy szuper járgányban, a Grand Prix-n, az első sorban. Az összes haverod itt szurkol, mit akarsz még? Egy másik szponzort! Berosálok. Kap egy zsák lóvét, kasztit, és az úr elégedetlen. Szólj már a pompom tyúkokra, hogy ne hadonásszanak, mert nem bírok koncentrálni. Hé, figyelj, öreg! Tudod, mivel tudnál mocskosul boldoggá tenni? Na, mivel? Azzal, hogy megnyered nekünk ezt a kicseszett versenyt, és lezarod, hogy mi van a kocsid orrán! Te meg kapd elő a pezsgőt a jégszekrényből, mert nem szeretem túl hidegen. Magyar hangok. Görög László, Kerekes József, Orosz Helga, Pogány Judit, Várkonyi András, Timkó Eszter, Kállói Molnár Péter, Barabás Kis Zoltán, Úri István, Pataki Imre. Magyar szöveg Patarica Eszter, hangmérnök Márkus Tamás, vágó Kajdácsi Brigitta, rendezőasszisztens Tabák Kata, gyártásvezető Fehér József, szinkronrendező Csörögi István. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Intercom. Invite Mr. Bean à venir divertir les miens. Quand on a la caille, on ne se prive de rien. Salle de jeu, billard, piscine, clean. J'y rêve depuis tout gosse. Finir mes vœux jours comme un boss. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un Testa Rosa. Bagou doit faire des Marseille by night avec ma Smala. Que tous les journalistes fassent la hassle, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un Testa Rosa. Bagou doit faire des Marseille by night avec ma Smala. Que tous les journalistes fassent la hassle, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Le rêve est permis, gratuit, j'en fais mon ami. Des escapades sur les plus belles plages de Moroni. Costume trois pièces, signé Armani. Enfin, en harmonie avec ma vie. Je vis, fais profiter la famille, les amis. Que je ne sois plus stressé. Je n'ai plus à bouger mes fesses pour manger. Fini le bus et ses nerveux qui pètent des pets sans pitié. Fini les contrôles musclés, des comptes des malunés. Ceux qui insultent à tout va plus de tracas. Au bled, je construis une belle baraque pour la mama. Normal, après tout ce qu'elle a fait pour moi, elle mérite bien ça. Et pendant ce temps-là, ouais, je mettrai à mes pieds l'équipe de Pamela. Devant ses caméras, j'exhiberai mes carreras. Vise un peu les Sankara. J'ai pas vendu de la para pour en arriver là. J'ai craché, récolté ce que j'ai semé toutes ces années. Que les ânes vannent sur mon compte, je n'arrête pas de percer. Mon compte ne cesse d'enfler, gonfler. Je le suis l'ami, référence pour mon pays. Un vieux rêve de merde, vivre riche et vieux. Être l'exemple pour ceux de mon milieu. Travaille dur, tu tiens ce que tu veux. Blindé, je fais ce que je veux avec mon blé. Si je veux bouger, j'en fais profiter mes associés. Ceux en qui j'ai entièrement confiance. Les autres, je m'en balance. Conséquence, je claque des doigts. Loin du 1-4-3, nous voilà Bora Bora. On prend le temps de vivre, le reste on verra. Je touche du bois, mais d'ici là, je servirai toujours avec fierté le 3. Ma foi. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça, rouler un Testa Rosa. Bago doit faire des Marseille by night avec ma Smala. Que tous les journalistes fassent la hassle, mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça, rouler un Testa Rosa. Bago doit faire des Marseille by night avec ma Smala. Que tous les journalistes fassent la hassle, mais que je récolte les fruits que j'ai semés.